A Színházi Világnap alkalmából, igazodva a jelenlegi körülményekhez, a színigazgatók a most következő összeállításban mondták el értékes üzeneteiket. Lássuk! A világjárvány évében a szakemberek elhivatottságának és kreativitásának köszönhetően a kultúrát eddig soha nem látott mértékben digitalizáltuk. Az online színházi előadások népszerűsége azt bizonyítja, hogy töretlenül keressük testünk és lelkünk harmóniáját. Tisztelt közönségünk, kedves színház szerető barátaink, kedves kollégák! A mai jeles ünnepen, a Színházi Világnapon, a magyarországi színházak képviseletében közösen fordulunk hűséges közönségünkhöz. A színház szerető és közösségre vágyó emberek akaratából Magyarországon 1823 óta szinte színházépítési lánc indult el. A polgárosodó városok szebbnél szebb színház épületekre költötték magán- és adóforintjaikat. Majd de lassan két évszázad alatt Budapesten és szinte az összes megyeszékhelyen varázslatos palotákban önálló társulatok születtek. E műhelyek a fővárosban műfai sokféleségben működnek. Függően a színház alapítók szándékától, a fenntartó, a kerület igényeitől, illetve a célközönség meghatározottságától. Vidéken ugyanakkor a színházak sokszor bérletes rendszerben egyfajta népszínházi kínálatot nyújtanak a közönség számára. És bár nincs két egyforma színház, nincs két egyforma közönség sem. Minden színház csináló szenvedélyesen hisz a hivatásában, szereti a közönségét, legyenek azok felnőttek, gyerekek, ifjak, vagy éppen a legkisebbek, mindenre képesek értük. Mert nincs szebb annál, mint amikor az elsötétülő színházteremben, teltház előtt, felmegy a függöny, kigyúlnak a fények, és az egyéválló közönség előtt a színészek, énekesek és táncosok, artisták és zenészek halált megvető bátorsággal elmondják, eléneklik, eljátszák, ami a szívük, lelkük legmélyéből felszakad. Ez az utánozhatatlan találkozás a művésznek és a nézőnek olyan több ezer éves rítus, amelyről lemondani, amelytől elszakadni nem lehet. A színházaink állami, önkormányzati vagy közös fenntartásban működnek, egy nagy egységet alkotnak. Nemzeti vagy kiemelt előadó művészeti szervezetekből állnak. Ez az államilag fenntartott színházi rendszer különleges és egyedi a világon. Mindannyiunknak nagy lehetőség és egyben felelősség is a rendszer működtetése és fenntartása. Rendkívül nehéz helyzetben színházaink és művészeink is rendkívüli megpróbáltatásokat élnek át. Hiszen azáltal, hogy elmaradnak az előadásaink, elmarad a legfontosabb, a találkozás önökkel, a nézőkkel. Elmarad a személyes találkozás varázsa. Bár nem tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt a spanyolnátha idején hogyan zajlott a művészeti intézmények bezárása, majd kinyitása, de most a járvány hatására mindnyájan kifosztottnak érezzük magunkat. Az a belénk égett természetes kapcsolat, mely generációról generációra hagyományozódik, melyért annyian és oly sokat dolgoznak, amelyhez annyian ragaszkodnak, nagyon nagy sebet kapott. Most ezt a sebet gyógyíthatjuk. A meg nem ért csodás pillanatok újrateremtését mutatjuk minden gesztusunkkal, és türelmetlenül várjuk az újraindítás lehetőséget. Sok segítséget kapunk ehhez, mert a kulturális élet irányítói átérzik, hogy sokan nagyon nehéz helyzetbe kerültek. És azt is látják, hogy olyan forrásokra van szüksége a szakmának és a közönségnek,
amelyek lehetőséget biztosítanak a kapcsolat újszerű fenntartására, a kor technikai vívmányainak felhasználásával. A támogatások, az eszközök gazdagsága ideig, óráig segíti is az életet. Sőt, új perspektívákat is megnyit. De azt az egyedit, az élőt, a varázslatost, amire vágyunk, csak együtt teremthetjük majd újjá, amint azt a javuló körülmények lehetővé teszik. Mi készülünk, szorgalmasak vagyunk, miközben minden eszközzel igyekszünk üzenetekkel, jelekkel életet és kedvet adni önöknek, a tetszolott előadó művészet rejtett tartalékait előcsalogatva. A próbák is folynak, és készülnek az előadások, az újabb produkciók. Most gondosan elcsomagolva megőrzésre kerülnek, hogy az első pillanatban, amikor lehet, megnyíljanak a csodás kapuk, és a ragyogó előtereken át a pompás nézőterekre özönlő közönség előtt bemutathassuk mindazt, amivel a nézői tekintetek elől elzárva lelkesen készültünk. Kedves közönségünk, nagyon köszönjük az önök kitartását, buzdítását, hűségét, hogy ezerféle módon juttatják érvényre irántunk való szeretetüket, és hogy azt az érzést is sugározzák felénk, hogy hiányzik önöknek a színház, az opera és a balett világa. Türelmesen megvárják a már előre megváltott jegyek érvényesítésének áhított lehetőségét, és sokan lelkesen érdeklődnek az online térben megvalósuló előadások iránt, amelyek átmenetileg mégiscsak lehetőséget adnak a találkozásra. Gratulálunk azoknak a művészeknek, alkotóknak, akik ebben az emberpróbáló időszakban részesültek kitüntetésben, állami elismerésben. Gratulálunk azoknak, akik most is megtalálják a módját annak, hogy a színház gyógyító erejét adják a magyar közönségnek. Alkotóerőt, kedvet és jó egészséget kívánunk nekik, és természetesen minden társulatnak, minden színházi dolgozónak, hogy megújult lélekkel és energiával szolgálhassák szeretett közönségüket a színház semmihez nem hasonlítható erejével. Jól tudjuk, hogy ebben a szorító egymás nélkülöző időszakban mindnyájan összetartozunk, és még jobban átérezzük, hogy a színház közönség nélkül, és hitünk szerint a közönség színház nélkül nem tud létezni. Mindannyiunk számára felértékelődött a járvány előtti időszak, és reméljük, hogy visszatérhetünk egy méltó, bár bizonyára sok szempontból megújult élethez, amely újra biztosítja a színházi világban a művészi élményt és a katarzist. Pilinszky János azt mondta, nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyával, hanem hogy íveljen. A magyar színházi élet szereplői megszokták, hogy sokat dolgoznak. Sok erős és nagy álmodó művész vágyik a röpülés boldogságára. Ez a nagy, szépen ívelő madár súlyos sebet kapott. És ha most kevesebbet is ver a szárnyával, biztosan érzi, hogy önökkel, és csak is önökkel, hamarosan, ismét a magasba lendülhet. Pilinszky tovább idézve, az ember milliméternyit sem mozdulhat ki a világ törvényeinek hullámveréséből. Senkinek sincs módja kitörni térből és időből. Közös hullám emel és ejt. Mindannyian engedelmesek vagyunk. De szívünk számára adott a választás, hogy jobbak vagy rosszabbak legyünk a világnál, melynek részei vagyunk. Ez módunkban áll, hogy kegyetlenebbek legyünk, vagy irgalmasabbak. A változatlan és megváltoztathatatlan egésznél. Akinek van türelme a jóra, az el is fogja érni, és föl is fogja ismerni gyümölcsét. Tisztelt közönségünk, hát legyünk türelmesek és jók, hogy magasba ívelő, boldog röpülésünket együtt élvezhessük a színház művészet csodás világában.
Köszöntöm a szomszédvár nézőit. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park sokszínű kínálatából ezúttal a 2020-as év egyik turisztikai attrakcióját, a tapolcai tavasbarlangot tárjuk önök elé. Ellátogatunk Borsodabaly-Zemplén megye hagyományőrző településére, Arlóra. Somogy megyében pedig a maskarába bújt fiatalok télbúcsúztatójára, Csurgóra. Kedvet csinálunk egy ásotthalmi túrához is, ahol akár betérhetnek az Erdészeti Múzeumba, aztán megtudhatják, mit rejt a föld mélye a sümegen üdülők számára. Végül megismerhetik egy világutazó, Európa szerte egyedülálló gyűjteményét. Kalandozzunk együtt Magyarországon! Interaktív látogatóközpont a tó felett, csónakázás egy hangulatos kisváros alatt. Egyedülálló élménnyel gazdagodhatnak a tapolcai látogatóközpont tavas barlangjában, ahol akár a víz alatti világban is gyönyörködhetnek majd, ha 2021-ben lehetőség lesz arra, hogy személyesen is felkeressék az ország egyik legkedveltebb turisztikai célpontját Veszprém megyében. Számunkra egy óriási meglepetés volt, mert mi nem is nagyon tudtunk róla, hogy ilyen díj létezik, és amikor megkaptuk a tájékoztatást, hogy online vegyünk részt ezen a gálán, akkor szembesültünk azzal, hogy a közönség szavazat által a tapolcai tavasbarlang harmadik helyezést ért el, és természetes volt egy zsűri általi díjazás is, de nyugodtan mondhatom, hogy számunkra sokkal nagyobb értem az, hogy az ide látogató emberek díjazták a mi látogatóközpontunkat és magát a tapolcai tavasbarlangot. Ugye a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságnak 15 látogatóhelye van, ebből 4 látogatóközpont, és itt Tapolcán ugye 1903-ban találták meg a város alatt a barlangot, amely utána a kutatások folytán egy látogatási lehetőséget is biztosított, hiszen az ország első villanyvilágítással ellátott látogatható barlangjáról beszélünk. Egyre nagyobb volt a népszerűsége, és ugye az igazgatóságunk látva azt, hogy mekkora az érdeklődés, egy 6 évvel ezelőtt megnyitotta azt a látogatóközpontot, aminek az aulájában most is állunk. Ez a látogatóközpont egy kulturált fogadási feltételeket biztosít, illetve az oktatási, környezeti, nevelési feladatunkat is el tudjuk látni ezáltal, hiszen készült egy úgynevezett csodálatos karszt kiállítás, amely bemutatja Magyarország és Magyarország környező országainak a barlangjait, hogyan keletkeznek a barlangok, milyen fajta barlangokról is beszélünk. Szólunk a víz útjáról is, hogy mekkora felelősség az, amikor egy földfelszínt elszennyezünk, és a vizek, a csapadékvíz bemossa ezt a szennyeződést, és utána előbb-utóbb bekerül az ivóvízbázisunkba, és megisszuk. Illetve beszélünk arról, hogy hogyan lehet barlangot kutatni, és van egy fantasztikus filmünk is magáról, a víz útjáról 3D-ben. És mindazok, akik megtekintették szakvezetéssel ezt a látogatóközpontot, utána pedig a város alatt csónakázhatnak, és gondolom, hogy ez is egy óriási kuriózum az ide látogatóknak. Jó pár évvel ezelőtt felújítottuk a barlangi villanyvilágítást, és úgyhogy úgy csónakázhatunk, hogy a víz alatti világot is láthatjuk. Ha szerencsénk van, akkor még a kis csetriket is megtekinthetjük. Nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon sok erőfeszítést teszünk a kulturált fogadási feltételekért, hiszen óriási, főleg nyári időszakban az érdeklődés, éppen ezért jegy elővételi rendszert vezettünk be, úgy hónaposra, illetve napi elővételi lehetőség van, úgyhogy nem kell itt hosszú órákat sorba állni, aki idejön, megveszi azt a bizonyos időintervallumra a jegyét, utána nyugodtan elmehet a városba sétálni, az itteni múzeumba, vagy akár leszalad a strandra, vagy netántán elmegy a közeli Salföldi Majorba, és lehetősége van utána meglátogatni a barlangot. Én nyugodtan mondhatom azt, hogy számunkra ez egy fantasztikus elismerés, és nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik ránk szavaztak, és bízunk abban, hogy szájhagyomány útján is tovább terjed
a Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak a Tapolcai Tavasbarlang Látogatóközpont bemutatóhelye, illetve hiszen Tapolca mindegy kapuja is a itt található Nemzeti Parknak, a többi látogatóhelyünket is meg fogják tekinteni, hiszen óriási fejlesztéseket hajtottunk végre 2020-ban, és 2021-ben, hogyha lehetőségünk lesz megnyitni, akkor mindenkit megújult bemutatóhelyekkel várunk nagy szeretettel. Ósztól néhány kilométerre található a Hódospatak völgyében Arló nagyközség. A hagyományokat a települési tájházban Nagybecsben tartják, ahol a helyiek textíliákat és hímzéseket is készítenek. A vendégcsalogató helyszín turisztikai életének meghatározó pontja az Arlói tó, amely páratlan adottságaival vonzó az ide látogatók számára. Arló nagyközség Borsodabau-Zemplén megyében Ósztól 3 kilométerre délre a Hódospatak völgyében tagolt, dombsági területen fekszik. Neve feltehetően a sast jelentő ószláv orlov szóból származik. Első fennmaradt írásos említése 1268-ból való. A településen nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre, ennek megfelelően pedig egy tájházat is üzemeltetnek. A Lónaközség önkormányzata 1994-ben vásárolta meg azt a házat, amiben jelenleg is vagyunk, több funkciót is betöltött azóta, most pedig tájházként üzemel. Miért érdemes ellátogatni ide a tájházba? A tájházat az 1900-as évek elején építették, és mint a bejárati ajtó fölött lévő utcatábla mutatja, a régi utcatábla, a Zombori úton helyezkedik el, Arló központi részén. Itt, ha szétnézünk, akkor ebben a helységben a tejegységnek megfelelő bútorzatot láthatjuk, a viseleteket, különböző használati eszközöket. Itt látni a sarokban a szövéshez szükséges eszközöket, és Arlóban nagy jelentősége volt itt a kendertermesztésnek, nagy hagyománya volt. Néhány száz méterrel arrébb üzemel a település szövőműhelye. Itt közfoglalkoztatás keretében a lelkes dolgozók igazi kézműves remekeket alkotnak. Már a tájházban is szó esett a kendertermesztésről és a szövés mesterségéről, és ezt a tevékenységet az újkorba is átvitte Arló. Egy gyönyörű szép épületben vagyunk, nagyon dolgos kezek munkálkodnak itt. Hogyan jött egyáltalán az ötlete ennek az épületegyüttesnek a létrehozásának, mi volt a háttérben? Lehetőségünk volt ezt a régi tűzoltó szertár épületet felújítani, és olyan embereknek munkát biztosítani, akik napi 8 órában nagy fizikai munkát nem tudnak végezni. Az volt a cél, hogy rehabilitálni lehessen a rokkant nyugdíjasokat, vagy a rokkant aktívkorú embereket. Ez a munkahely tulajdonképpen ő miattuk jött létre. Aztán a pilot program 2 évig ment, és aztán megszűnt. És az önkormányzat úgy gondolta, hogy ezt a szépen felújított épületet nyilván nem hagyjuk veszendőbe menni, és kézműves munkát indítottunk, amit eleinte szintén megpályáztunk közfoglalkoztatás keretében, és ahol jelenleg állunk, ez a Rákóczi út 10-es szám alatt van, itt működik általában 3 szövőnővel és egy munkairányítóval ez a műhely, ahol csodálatos textíliákat állítunk elő. Honnan ez a szaktudás, ezt iskolában tanulta, vagy ez így a néphagyomány útján terjedő mesterség? A régi öregektől igazából, nagymamáméktól, szomszédasszonyoktól, akik a faluba még szőttek, lestem el. Aztán volt a tónál a Súvadás nevezetű kézműves tábor, ahol lehetőségem volt meggyakorolni is, hogy kipróbálni abba 2 hétbe, 10 napba, hogy is működik ez tevőlegesen gyakorlatilag. A szövőműhelyen működik együtt a korábban szintén pályázati pénzből megvalósult kézműves ház is. Az ügyeskező helyek a korábban bemutatott módon elkészült vásznak felhasználásával, többek között dísz és ajándéktárgyakat alkotnak, valamint hagyományőrző kellékeket. Igazi ritkaságok is megtekinthetőek itt, ugyanis van olyan kiállított ruhadarab, ami már több mint 100 éves. Emellett az érdeklődők a szakavatott művészektől a környékre jellemző hímzés mintákról is számos érdekességet tudhatnak meg.
A település egyik érdekessége, hogy a Szent Mihály tiszteletére felszentelt, neobarok stílusú római katolikus templom melletti házban élnek és tevékenykednek Szent Ferenc kisnővérei. A szerzetesi rendbéliek célja az itt élők segítése és támogatása. Arról egyik másik kuriózuma, hogy jelen van egy szerzetes közösség, aki próbál az itt élőkön segíteni, javítani a helyzetükön. Judit nővérrel beszélgetem, hogyan kerültek Szent Ferenc kisnővérei ide Arló nagyközségbe? 1994-ben költöztek ide a nővértársaim, mégpedig úgy, hogy a rendszerváltozás környékén alapult a mi közösségünk. Egy keresztes nővér jött haza külföldről, ő alapította a közösségünket. Ezután a település egyik leghíresebb pontja felé vettük az irányt. Az Arlóitó egy lejtőcsuszamlás, azaz Suvadás révén jött létre, melyet egyes írások szerint a környék bányainak járatai idéztek elő. Ennek köszönhető a tó körüli terület neve is, a Suvadásliget. 2017-ben a területi operatív program keretében pályáztuk meg Arló település turisztikai fejlesztése érdekében a tó rehabilitációját és a strand kiépítését. A rehabilitáció azt jelenti, hogy ezt a gyönyörű környezetet szeretnénk megőrizni a jövő számára, ezért a vízpartjáról szeretnénk néhány oda nem illő épületet eltakarítani. A fejlesztés része az, hogy a strandot kiépítsük a vendégeink számára, és ezáltal szélesítsük a Suvadásliget lehetőségeit. Arló nagyközség számos érdekességet is, meglepetést tartogatott azoknak, akik ellátogatnak ide. Épp azért, amint lehetőségük lesz rá, szálljanak autóba, látogassanak el ide, és fedezzék fel ezt a gyönyörű vidéket. Vas megyétől a Nyírségig, Gemenctől a Mátráig sok tízezer olyan erdő található hazánkban, amely az Ásotthalmi Erdészeti Iskola egykori diákjainak munkája nyomán jött létre. A Bedő Albertről elnevezett intézmény relikviáiból egy múzeumot állítottak össze, amely, ha nincs járvány, külső látogatók számára is nyitott. A múzeumot 1983-ban az iskola 100. születésnapján nyitották meg, ám az anyag már régóta gyűlt hozzá. Ez egy iskola és szakmatörténeti kiállítás is egyben. A Bedő Albertről elnevezett erdészeti iskola az ország egyik legrégebbi ilyen intézménye. Bemutatjuk az iskola múltjából származó dokumentumokat, bemutatjuk azokat a régi növénygyűjteményeket, amelyeket még annak idején az itteni diákok készítettek, bemutatjuk azokat a régi eszközöket, elsősorban olyan kézi eszközöket, amelyek az erdei munkákhoz, az erdőben végzett munkákhoz voltak szükségesek. Bemutatunk bizonyos preparátumokat, nyilván ezek között régebbiek és újabbak is találhatók, ezek elsősorban a vadászható, illetve védett fajokból tevődnek össze, illetve egy olyan motorfűrészes gyűjteményt is bemutatunk, ami az erdőben végzendő fakitermelési munkák fejlődés történetéhez használt motorfűrészek gyűjteményét mutatja be. A múzeum anyagát az oktatásban is felhasználják. Amikor 9. osztályban belépnek a diákok, akkor a növénytani ismeretek, illetve az állattani ismeretekhez kapcsolódik a kiállítás megtekintése. Nyilván mást is megnéznek, illetve megtekintik az egész kiállítást, de akkor ezekhez a tantárgyakhoz. Aztán 10. osztályban, amikor már elkezdjük a tényleges szakmai tantárgyakat tanulni, akkor elsősorban az erdő használattan tantárgyhoz kapcsolódóan az erdő használatban, fakitermelésekben alkalmazott védőfelszerelések, motorfűrészek, kézifűrészek, illetve egyéb kézi eszközök használatát, és az erdőművelésben alkalmazott különböző ültetőfák, aztán ékások, sorvetőgépeket próbálunk megismertetni a gyerekekkel. És 11. osztályos szakmunkás tanulók pedig a különböző vadnyomokkal, a vadászható állatfajokkal ismerkedhetnek, csapdákkal ismerkedhetnek meg itt a múzeumon. Minden tanulónak más az érdeklődése. Van, akit az erdőművelés izgat leginkább, másokat az állatok hoznak lázba.
Az életnagyságú preparátumok azonban mindenkinek nagyon érdekesek. És egészen más a viszony például az erdőművelés történetéhez, ha a régi eszközöket nem csak képen látják, hanem kézbe is tudják venni a tanulók. Azért a hozzánk jövő diákok egy része az elsősorban az erdő keretein belül is, de elsősorban gépészeti beállítottságú, másik részük pedig az erdőhöz, kimondottan a természethez kötődik. Tehát minden osztályon belül ez olyan feles arányban oszlik meg, és akkor az osztály egyik felének az érdeklődése a növények és az állatok iránt, a másik feléjé meg a gépészet iránt. Az osztálykirándulások idején sok iskolából csoportosan érkeznek ide. Ásotthalom környéke Csongrád-Csanád megye legerdősültebb vidéke. Sétálnak, túráznak a környező erdőkben, és természetesen megnézik a múzeumot is, ami közelebb viszi őket ehhez a szép szakmához. Nagyon sok természetjáró, nyugdíjas szokott bejelentkezni, és megtekinteni a múzeumunkat. Nyilván állandó nyitvatartásunk nincsen, de előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni. Ez egy állandó kiállítás, de azért az anyag mindig egy kicsit bővül, alakul. Erdész emberek, hagyománytisztelő emberek lévén szeretnénk folyamatosan bővíteni, és bővítjük is. Tehát nagyon sok volt diákunktól kapunk egy-egy felajánlást, akár egy régi oklevelet, akár egy régi diáksapkát, vagy bármiféle hagyatékot. Ezeket mind megőrizzük, és hát amikor a helyünk adja a lehetőséget, akkor igyekszünk ezeket ki is állítani. Újabb lendületet adhat a város idegenforgalmának az, hogy termál, illetve gyógyvizet találtak Sümegen. Ezzel a vízzel töltik fel az egyik helyi hotelmedencéit, a Veszprém megyei településen termálfürdőt, a Várhegy oldalába pedig siklót is terveznek, hogy még több turistát vonzanak a térségbe. Évek óta álmunk volt, hogy termálkutat fújunk itt a szállodánk és a sümegi vártövében, hiszen az idegen forgalomnak ugye nagyon nagy löketet ad a termálvíz, láthatjuk Hévíz, illetve Sárvár város fejlődésének történetében is, hogy milyen sokat számít, hogyha rendelkezik a város termálvizes kúttal. Tehát ez egy nagyon régi álmunk volt. A férjem még évekkel ezelőtt folyamodott a kút és a kútfúrás engedélyeztetését ő kezdeményezte, ő kezdte el. Aztán ugye az évek során ezt sajnos meg kellett még hosszabbítanunk, és egy 5 éves periódus után indultak meg a tényleges kútfúrási munkálatok, tehát egy elég hosszú tervezési időszak és engedélyeztetési időszak előzte meg ezeket a munkákat. A sümegi vár tövébe vagyunk közvetlenül, ami ugye egy mészkő szikla tömb gyakorlatilag, úgyhogy a fúrás is elég nehezen indult. 600 méter a talpon van a kút, ami található, 34 fokos a víz, amit itt találtunk, de nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk, hiszen azt mondják a kútfúrók, akik nagyon tapasztalt szakemberek, hogy a kút folyamatos működtetésével ez a hőmérséklet még följebb emelkedhet majd. Most, hogy a zárásra kényszerültünk, megkezdtük a tesztüzemet, bevezettük a kút nyersvizét ide a szálloda medencébe, hogy lássuk, hogy mire képes a kút, mi a hozama és mi az a hőmérséklet, amit itt el tudunk kérni. Azt látjuk, hogy bőven ellátja a szálloda medencéit, mind a 7 medencénket majd meleg vízzel ez a kút, hiszen óránként 15 köbméter a teljesítménye talán mostani állapotok szerint. Tervezzük, hogy a későbbiekben a szálloda fűtését is majd ezzel meg tudjuk oldani, illetve hogyha lesz rá pályázati lehetőség vagy kormányzati támogatás, akkor akár egy városi, sümegvárosi léptékű fürdőbe is gondolkodhatunk. Nagyon izgalmas volt, amikor ugye kiderült, hogy van melegvízünk, és hát jöttek ugye vizsgálni a víznek az összetételét, a tartalmát. Az gyógyvíznek mondhatjuk, hiszen ivóvízkúrára már most is alkalmas ebben az állapotban a kútnak a vize. Nagyon magas a metakovasabb tartalma, ami főleg a bőrre, a hajra, és gyakorlatilag fiatalító szerepe van ennek a metakovasabb tartalomnak, és viszonylag ritka így Magyarországon, hogy ilyen magas metakovasabb tartalommal rendelkezzen egy kút.
Ez most az a nyers víz, ami a kútról jön, ugye 600 méter mélyről, és ugye egyből itt a merencékbe vezettük be. Most történik a gépészet tervezése, kialakítása, a víz át fog esni egy jelentős tisztításon, és a későbbiekben, amikor már a vendégek is birtokba vehetik a wellness részleget, akkor egy teljesen átlátszó, áttetsző, szintelen szaktalan víz lesz itt a medencébe, tehát nem lesz nyoma ennek a vöröses elszíneződésnek, hiszen azért vastalanítani kell majd ezt a vizet, de mindezt úgy, hogy a víznek a hőfokát és a beltartalmi értékeit megőrizzük. Annak ellenére azért, hogy zárásra kényszerültünk, ugye két hónapig egy nagyon szép szezont zártunk, egy nagyon szép nyári szezont, és ugye bizakodva tekintettünk a téli szezonra, hiszen nálunk itt Sümegán a tél ugyanolyan erősnek mondható, mint a nyár tekintettel a lovagi torna bemutatókra, a középkori lakomákra, a sümegi vár, ami mind nagyon nagy vonzereje a mi szállodánknak, de hát sajnos a bezárás után ezt az álmot egy kicsikét elnapoljuk. De úgy érezzük, nagyon nagy az érdeklődés, hogy ahogy nyitni fognak a szállodák, és mi is nyithatunk, akkor lesznek bőven vendégek, hiszen az emberek már szeretnének utazni és élményekkel töltődni. Négy kontinensről mintegy 300 népviseletbe öltöztetett babát gyűjtött össze utazásai során a budapesti Bánszegi Katalin, amit az általa legszebbnek tartott délalföldi városnak, Csongrádnak adományozott. A Népek Háza Baba Múzeumban a világ minden tájáról érkeztek egyedi figurák. Csongrád főutcáján 2017 őszén egy különleges múzeum nyitotta meg kapuit. Világunk kultúráját mintegy 300 babával ismerheti meg a tiszapati település a látogató vendég. A nem mindennapi állandó tárlat dr. Bánszegi Katalin sok éves gyűjtőmunkájának eredménye. Az önkormányzat 2017 során alakította ki ezt a kiállítóhelyet. Egy világutazó Bánszegi Katalin nagylelki felajánlásából tulajdonképpen egész élete utazásainak gyümölcse és terméke ez a rengeteg baba, ami itt látható, és ezt a baba gyűjteményt a város önkormányzatának ajándékozta néhány évvel előtte, és a város végül rászánta magát, hogy egy nagyon igényes és nagyon ízléses kiállítóhelyet hoz létre. A babákon mindazon népek viselete látható, ahol a felajánló megfordult. Vannak közöttük kézzel varrottak, gyári készítésűek, valamint apró gyöngyökből fűzöttek. Nagyobb baba a torockói népviseletbe öltözött, ő mintegy 85 cm magas. Népünk díszes viseletei elevenednek meg a következő magyar viseletbe öltözött babákon, Palóc, Matyó, Boldog, Kalocsai. Dél-amerikai babák közül kiemelném a riói táncosnőt, amely sárga és kék tollviseletben hirdeti a karnevál pompáját. A gyűjtemény legkevesebb része az afrikai anyag, itt érdekesség a kiállított berber sátor. A
Baba Múzeum legnagyobb része az európai anyag, amely a gyűjteménynek több mint felét teszi ki. A visszafogott holland, skót, francia viseleteket, mint egy ellensúlyozza a díszes öltözetbe öltözött spanyol, ciprusi és portugál babáknak a viselete. Az ázsiaiak nagyon szeretik az arany, a kék, illetve a piros színeket. Ezek elevenednek meg a török, az orosz, a tájföldi, illetve a japán babákon. A Csongrádi Információs Központ bízik abban, hogy miután vége a koronavírus járványnak, ismét fogadhatnak vendégeket az ország minden tájáról. Fontos információ, hogy csak előzetes bejelentkezés során lehet megtekinteni a babákat. Ezzel mai magyarországi utazásaink végéhez értünk. Korábbi helyszíneinket visszakereshetik YouTube csatornánkon, hogy a következő adásig sem maradjanak kalandok nélkül. Viszontlátásra! A Szomszédvár műsorát a helyi televízió közreműködésével a Szeged Televízió készítette.